Szia, Marci! Szia, Marci! Szia, már rutinosan jössz. Szia, igen, szia. Igen, szia. Te mit hoztál? Hoztam neked mindig néhány hozol valamit. Kenyeret. Ezt otthon simán csak egy sütőkövön sütöttem. Ez meg az én kedvenc kenyerem. Mitől ilyen? Ez egy csokoládés, mogyorós, asszalt cseresznyés kenyér. Ez egy ilyen desszert kenyér, nagyon izgalmas. Úristen, te gyönyörű, világa van. Kirakom minden dísznek addig. Jó. Annyira gyönyörű. Úgy. Elkészült a kifi nagyon receptet. Nagyon jól nézett ki. Tettem oda tejfölt vajat, hogy megkóstolt. Kóstoljuk meg. Tejföl vagy vaj? Én vaj. Nagyon finom. Jó. Nagyon jó finom. A receptet. Jó. Köszönöm szépen. Ez a helyzet. Te meg jó munkát végeztél. Nem teszem messzire, jó? Jó. Az jó lesz. És akkor kirakunk mindent, amit hoztál. Jó? Tulajdonképpen nem sok hozzávaló kell. De tulajdonképpen a klasszikus alap kovászos kenyér receptet fogod készíteni. Itt van, egy olyat hoztam, amit abszolút a kezdőknek való. Mielőkből dolgozunk. Kenyérliszt az alapja. BL80. De melyik malom? Ez az artizán pékség liszt. Jaj, hát a Gergő. Igen, igen. Ez nagyon jó liszt, úgyhogy abból rakunk bele. És én mindig rakok bele legalább egy 10% teljes kiörlésű lisztet, ugyanis a korpaszemek így szívják magukba a vizet, és sokkal magasabbra tud a tésztánk emelkedni, mert sütés közben meg adja liszt. Igen. Tulajdonképpen az első, amivel kezdünk, hogy összekeverjük a lisztet és a vizet. Ebből dagasztunk egy tésztát, ez az autolízis. Ez azt jelenti, hogy összekeverjük, utána egy minimum fél órát, egy órát hagyjuk állni. Amíg áll, a lisztszemek magukba szívják a vizet. Uh-huh. Ezáltal már elindul egy folyamat, anélkül, hogy benne lenne a keresztőanyag. Így aztán a dagasztásunk, amikor már hozzáadtuk a kovászt, egészen rövid lesz. Aha. A kezdő kenyérsütőknek én azt javasolom, hogy a liszthez viszonyítva 70% folyadékkal dolgozzanak. 65-70-70. Ez még kevés, tehát ezt lehet majd, ahogy jön a rutin, emelni. Ne legyen meleg a víz, csak olyan szobahőmérsékletű. És hány deci? 3,5 decit mér ki, légy szíves, és akkor egy ilyen 2-3 evőkanálnyit visszatartunk. És akkor most már nincs más dolgunk, mint ezt jól összekeverni. Az a lényeg, hogy a liszt mindenütt nyirkos legyen, nedves legyen. Hogy jól be tudja szívni. Jól be tudja szívni, és akkor majd hozzáadjuk a kovászt, akkor jó, kicsapkodjuk. Csapkodol? Csapkodjuk, igen. Mint én a hájas magatésztáját. Igen. Az egy terápia. De ez csak azt tudja, aki csinálja. Mindenki más azt hiszi, hogy ez víz. De nem az. Ugye, hogy nem. Ez jó lesz így nekünk most egyelőre, úgyhogy ezt most letakarjuk. Ez most az, aminek látod? Az, aminek látod. Ez a zuhany? Az. Milyen leleményes az. Vagy. A háziasszonyok tudnak igazán. De nem. Hát mekkora ötlet ez is, Marci. Abszolút jó. Tökéletes. Jó, és akkor azt így félretesszük. Így szobahőn, konyhapultom, szépen a 24 fok körüli az ideális neki. És akkor ezt így hagyjuk egy óra. És fél akkor látod, hogy mennyi kell neki. Hogy amikor kezd bepuhulni, belágyulni? Igen, igen. Amíg pihen, addig a... Légy szíves, te a nagy kovász tudó, mutasd be a kovász készítést. Így van. Jó? Elkezdtem tegnap egy kovászt. 30 g liszt van benne, ennek fele teljes körlésű rozs, a másik fele kenyérliszt. De szoktam úgy is indítani, vagy úgy javasolni, hogy csak teljes körlésű rozzsal indítsanak, azzal egyszerűbb a rozzsal, a rozs sokkal többet tűr. És akkor ugyanannyi vizet adunk hozzá, meleg vizet, de nem forrót. És lezárjuk. Úgy hogy rakom be csatos üvegbe, hogy leveszem a gumigyűrűt. És ennyi akkor elég? Ennyi elég neki, látod, egy pici rés azért ott marad, annyi, hogy egy meleg helyre kell rakni, de nem forróra. Amikor már egy ilyen kis gombos tűfej, kis buborékok látszódnak, ez általában egy nap, másfél nap. Akkor onnantól kezdve el lehet kezdeni etetni naponta kétszer. Sőt, a 3-4 nap után már nem azt kell nézni, hogy mennyi idő telt el, hanem hogy hogy viselkedik a kovászunk. Ha 5-6-8 óra alatt ilyen buborékos lesz, akkor már is lehet etetni. Mert akkor igen, már elemésztette. Mert akkor már igen, akkor már éhes, tehát ez most már kezd éhezni. És körülbelül 8-10 nap, amire elkészül, úgy a kovász olyan érett lesz, hogy azzal már lehet sütni.
Tehát ez 30 g liszt, 30 g víz. Így van. Most ebből kiveszünk 30 g-ot. Adunk hozzá 30 g lisztet. És akkor teszünk hozzá 30 g meleg vizet. Teljesen el kell keverni. Aha. És mehet megint. És akkor mehet megint. 23-4 fokos helyre. Így van. Én beszoktam rakni egy ilyen kis szekrénykébe, ha nagyon hűvös van a konyhába, akkor be lehet bugyolálni egy kis konyharuhába. Uh-huh. Az a lényeg, hogy egyenletes legyen neki a... Tehát azért ne tegyük sütőbe, ne tegyük radiátorra. Ennyi volt a történet. Rácsukjuk. És amikor elkezdenek jönni a buborékok, megint megetetjük. Általában szoktam mondani, hogy a második etetés is 24 óra múlva jöjjön. És onnantól kezdve mindig, amikor szépen fölhabzik, már lehet ráetetni. Jó, ez 8-10 napig. Így van. Utána pedig fogom, beteszed a hűtőbe, és amikor sütni akarsz, abból veszel ki egy kicsit, és akkor azt szaporítod föl. Azt etetem. Így meg. Van. Akkor nézzük a tésztát. Itt van, ugye? A már pihentetett tésztánk. Keverékünk. Jó. Hú, már most kell. Ez már tészta lett. Nagyon szép habos a kovász. Most ezzel sütünk, és akkor a maradékot pedig veszünk ki belőle, és megetetjük a következő kenyérsütésre. Így van. 1,5 kiló volt a tésztánk, és akkor úgy szoktam, hogy kezdők rakhatnak bele 30% kovászt, és ahogy jön a gyakorlat, azt lehet majd szépen csökkenteni. Uh-huh. Úgyhogy tegyünk bele egy 150 grammot. 150 grammot. És akkor most beledolgoztuk ezt a kovászt, amikor 3-4 percig dagasztottuk, vagy simára dagasztottuk szépen, akkor tesszük hozzá csak a sót. Én ilyenkor ki szoktam rakni, már. Aztán majd amikor a sót belerakjuk, majd visszarakjuk a tálba, jó? Ahogy neked jó. Jó, és akkor már ilyenkor el lehet kezdeni így szépen. Oda csapod, ráhajtod, és akkor oldalról nyúlsz alá. Oda csapod, ráhajtod. De jó. Ezt egy pár százszor megcsinálod. És utána menni fog. Utána menni fog. Látod? Most összeszedjük. És akkor most jön a só. Én 2-2,5% sót lehet használni. Én 2 csapot teáskanállal szoktam beletenni. És akkor ilyenkor teszünk hozzá még akkor az a visszatartott folyadékot, mert a só ugye el fog vonni még a tésztából, és nekünk most így is elég masszív a tésztánk. Most először egy ilyen 2 evőkanálnyit, ezt beledolgozzuk, és akkor utána majd látjuk, hogy szükséges-e még. Úristen, de szép ez a tészta, olyan sima, mintha egy fél órát dagasztotta volna. Ezért jó az autónézés. Szerintem jó? Varázsló. Én még egy pici vizet tennék hozzá. Uh-huh. Illetve én otthon többet, szóval de a kezdők... Szóval 3 cseppet mondjam el. De ezt hogy állapítja meg? Nézd, mennyire más. Jó, és most megint kitesszük. Na, és most csapkodjuk szép hólyagosra. Jó. Pillanatok alatt. Atya ég, és már nem ragad a deszkához, már látod? Szépen mindjárt elengedi a kezemet is. Megpróbálod? Megél. Nézd, ott van. De mindjárt elengedi a kezedet. Aha, várjál, azért ez, ha nem tudod olyan gyorsan igen, csinálni. Igen, akkor oda csipi. Akkor egyből oda csipi. Én egyelőre lefog. Ne? Nem? Igen. Hát rá kell érezni. Megpróbálom. Ne akard elengedni. Egyből nyúj is alá. Úgy. Na ugye. Ez az. Ez volt a kulcsmondat. Tessék. Látod? És fel is válik. Na, még akkor egy 2 csapok rajta, és akkor egymásnak adtuk a tésztát. De jó. Ennyi, most már beletesszük szépen egy kiolajozott tálba. Mennyit pihentetjük így? Hát egy 2-3 óra hossza, és akkor ezzel a pihentetés alatt meg fogjuk hajtogatni.
oda néz. Igen, szép. Gyönyörű. Lehet hajtani. Én beszoktam egy picit vizezni a kezemet. Igen. Azért azzal. Jó, és akkor annyi, hogy fölhúzod a tésztát, így ráhajtod. Elfordítod 90 fokkal, ráhajtod. Elképesztő. Egészen alulról. Ráhajtod. Ráhajtod, nagyon szép a tészta. És gyönyörű. Akkor megfordítod. Ott vannak a hólyagok. Ó, de meg milyen fényes, sima a felülete. És akkor megint letakarjuk. 30-40 perc múlva újra hajtjuk. És akkor ezt háromszor. Ezt háromszor, és akkor a harmadik hajtás után hagyjuk egy órát. Uh-huh. És utána jöhet a formázás. Tessék. Három hajtogatás, két óra pihenés. Igen, jó, bepihentettük. Úgy, ó, nézd. Azt a minden itt egy gyönyörű. Úgyhogy most előformázunk. Jó. Áthajtottuk. És akkor egy picit húzod és magad felé. És mint egy kis pólyásbabát mindig egy picit húzzuk. Hadd próbáljam ezt a mozdulatot meg. Finom, csak úgy az asztalon görgetve tulajdonképpen húzod, úgy, ne emeld fel a tésztát, csak ilyen nagyon finoman görg. Jó, ennyi. Ezt most úgy előformáztuk, úgyhogy most ezt lefedjük megint, hát visszataríthatjuk ezt. Persze, rá. És akkor egy olyan 15-20 perc pihentetés után lehet formázni. Jó. Jó, és akkor kerül és akkor a szakajtóba. Szakajtóba így van. A szakajtót én rizslisztel szoktam beszórni, mert a gluténmentes liszt és a gluténos taszítja egymást, és akkor nem fog beletapadni. Ennyi. Pihent fél órát. Így van. Nem most is folyt szét, úgyhogy nagyon szép, tele van levegővel. De most már csak megformázzuk. Jó. Megy a szakajtóba. Egy kicsit alányúlok, és akkor így szépen megfordítom. Most cipót formázunk, ugye húzzuk. Picit a másik oldalra is. És akkor középre. Gyönyörű. És akkor megint így egy picit feszesre húzzuk. És akkor belefordítjuk. Fordítva, tehát fejjel feltesszük bele. Fel és akkor ebből a szép ruhával letakarjuk. Hagyjuk itt a konyhapulton 2-3 orosszát, és akkor addig fel kell majd melegítenünk egy vaslábast jó forróra, olyan 230-240 fokra. Igen, legalább egy 20 percig legyen bent a vaslábas, hogy jó forró legyen, és akkor majd abba fordítjuk bele a tésztát. Itt van a tűzforró edény. Az nekünk nagyon jó. Igen. Akkor én fordítom ki a közben megkelt tésztánkat. Sokféle mintát vághatunk rá, én ezt szeretem így a legegyszerűbben. Úgy, né, rá az edény, és akkor be a sütőbe. 40 perc után le lehet venni a tetőt, és akkor már olyan színűre sütni, amilyenre szeretnénk. 230 fokon. Jó. Embertelen jól néz ki. És beszél az embert. Amikor kivettük is beszélt. Igen. Most egy kicsit hagytuk ülni. Igen, hogy föl lehessen vágni. De még meleg. Ezt vághatom? Igen. Légy szíves. Köszönöm. Hallják ezt? Úristen. És az illata egy nagyon... És ez az alapkenyér? Igen, ez egy abszolút. Abszolút a kezdőnek. Hú, de kár, hogy nem tudom az illatot elküldeni. Csücske az enyém. A csücske a tér. Én nekem teljesen jó egy alapkenyér, ha ez ilyen. Isteni finom. Jó. Mire gondolsz? Persze, mert már valami... Már is sütnék egy másikat. Elképesztő vagy. Szerintem ezt bármelyik szakember lebírálná, azt mondaná, tökéletes. De te, nézzék meg! Olyan nincs, hogy tökéletes. Ez az.